Ingatlan eladásakor érdemes tisztában lenni néhány adózási szabállyal. Családi ház vagy lakás esetében is szem előtt kell tartani a következőket. Nem minden eset adóköteles. A háztartási vagyonközösség megszüntetése, a tartási, életjáradéki vagy örökségi szerződésből származó jövedelem, illetve az önkormányzati vagy állami tulajdonú lakás bérleti jogáról való lemondásért kapott térítés adómentes. Az ingatlan szerzési időpontját meg kell határozni. Ez lehet a földhivatalhoz benyújtott szerződés napja, az örökhagyó halálának napja, valamint a leasing szerződés vagy a használatba vétel tudomásul vételének napja. Minden bevételnek számít, ami az átruházásra tekintettel kap az adózó. Hogyha cseréről van szó, akkor is a szerződésben meg van állapítva egy érték, és ez lesz a bevétele az adózónak. Abban az esetben, hogyha részletfizetés történik, akkor az átruházás évében a teljes összeg bevételnek számít. Költségeket is le lehet vonni a bevételből, ilyen a megszerzésre fordított összeg, az értéknövelő beruházások és az átruházással kapcsolatos kiadások. Amennyiben a megszerzésre fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevétel 75%-át kell szerzéskor értékként figyelembe venni. Értéknövelő beruházás az ingatlan állag megóvása céljából történhet. A házilagos munka esetén a saját munkavégzés értéke nem számolható el költségként. A jövedelmet úgy számoljuk ki, hogy a bevételből levonjuk a költségeket. Hogyha ezek után nulla marad, akkor ugye nincs jövedelem, hogyha negatív számot kapunk, akkor sincs jövedelem, hogyha egy pozitív számot kapunk, akkor van a számított jövedelem. Ezt a számított jövedelmet még csökkenteni tudjuk, attól függően, hogy hány éve van tulajdonban az ingatlan. Az adó mértéke pedig 15%, melyet az értékesítés évét követő év május 20-áig kell bevallani és megfizetni. Nem kell azonban adózni azon jövedelem után, amelyet az érintett saját maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek otthonában, illetve hasonló intézményben biztosított férőhely megszerzésére használja fel. Ezt azonban igazolnia kell a NAV felé. Amennyiben a bevallás benyújtását követően kerül sor a felhasználásra, akkor 2 éven belüli igazolás mellett visszaigényelhető az összeg.